Aki csak ezt a pár filmkockát látja, nagy valószínűséggel nem találja ki, milyen előadással is készültek a felvételek. Pedig a muzsika, ha valaki jól figyel, árulkodó, hiszen Kacsó Pongrácz fülőmászó dallamai kihallatszanak a modernizált feldolgozásban is, még ha azt Ferenczy György Herfli muzsikájában hallja. Az egykori nagy sikerű Experidence együttesből kiválva jött létre a Varidance tánc együttest Vári Bertalan vezetésével, és ültetett át a néptánc elemeinek felhasználásával színházi előadásokat. Az Experidence célkitűzése sem különbözött a jelenlegi csapatétól. Ott töltött éveim alatt is azon dolgoztam, meg dolgoztunk a Sanyival, meg az összes táncossal, hogy a táncot, mint műfajt, azt jobban elismerté tegyük, jobban megszerettessük az emberekkel. Én azt gondolom, ez azért sikerült, tehát valamelyest igen. Jót kell csinálni, mondja Vári Bertalan, és akkor az emberek eljönnek és azt megnézik. Ez a személyes tapasztalatom. Az emberek nem arra mennének be, hogy egy hangzatos címre, hanem bíznának, vagy sok olyan előadást látnak, amik megérintik, és egy plusz emóciót, érzést, vagy jó dolgokat adnak nekik lelkileg, meg érzésleg, akkor azt gondolom, hogy nyitottabbak lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy nem a... Effektív azt gondolom, mindegy, hogy mit viszünk színpadra, inkább a hogyan a kérdés, hogy az jó legyen, és adjon valami pluszt az embereknek. Most abból indulok ki, hogy a közönség visszajelzése a mi műsoraink alapján, akkor azt kell mondjam, hogy értik és szeretik, és ennek örülök, bár jó lenne minél szélesebb rétegek felé, vagy minél szélesebb közönséghez eljutatni ezt a dolgot. Én azt gondolom, ebbe az egész táncszakmának azért van még hiányossága, de bízom benne, hogy ez a művészeti ág is egyszer csak eljut az őt megérdemelt helyre. Ahhoz, hogy a nézők értsék, mi történik, és elfogadják a táncot, mint közlést, sok előadást kell megnézni. És olyan darabokat kell csináljunk, ez a mi felelősségünk, hogy az ember ne úgy menjen ki egy előadást, hogy úristen, mi volt ez a lilaködés, nem értettem belőle semmit, és nem adott semmit, és tök fölösleges volt időjek, hanem bízom benne a ma este néző is azt fogják mondani, hogy hú, ez nagyon jó volt, ezt a csapatot megnézem még egyszer, uram, bocsánat, még egy másik táncelőadást megnézni, hát az ilyen jó, vagy még jobb, mint amit ők csináltak. A János Vitéz történetének ismertsége nem feltétlenül segíti a nézőt abban, hogy értsen, mi történik a színpadon, hiszen könnyen előfordulhat, hogy nem tud elragaszkodni attól, amit olvasott, mondja Vári Bertalan. És én lehet, hogy másképp akarnám azt bemutatni, vagy más gondolatai vannak bizonyos dolgokról, hogy most a Jancsi Mérce lemese Juliskába vagy, a Bagó egyáltalán ki ebbe a történetbe, vagy a Banya az kicsoda, vagy milyen személyiség. Tehát egyfelől könnyebb is, de azért bizonyos szinte nehéz, mert nézzük meg, elvárják, hogy ugyanazt kapják sokszor, és nem engedik azt a fajta idézőjelben művészi szabadságot, vagy legalábbis nehezebben viszonyulnak hozzá. Tehát, hogy balanszírozni kell, azt gondolom, bizonyos helyzetekben. Én is keresem az utakat, meg hogy ne ugyanazt csináljam, mint eddig, hanem próbáljak új dolgokat kitalálni, ahhoz meg idő kell, és nem mindig tudom, hogy mit akarok, és néha ragaszkodom a saját paneleimhez, és erről szeretnék elrugaszkodni egy picit jobban. A Varidance működésének több kiemelkedő produkciója is volt már, mint például a Carmen, amelyet egy magyar cigány millióbe ültetve mutatott be a táncegyüttes. A jövő tervei között pedig egy nagyszabású, kinizsi előadás szerepel.